Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit. Mai műsorunk vendége Farkas Ágnes, olimpiai és világbajnoki, ezüstérmes Európa-bajnok. Kézilabdázó, aki a napokban ünnepelte, megmondhatom, hogy anyadik? Hát mindenki megéli ezt, nem? Hát, innentől kezdve büszkén viseljük a korunkat. Megrázott? Hát, fene tudja. Hosszú volt inkább az ünneplés. Az. Majd két hétig nem... tartott. És mi mindig beszélünk róla. Aha, nagyon. Talán az viselt meg inkább, hogy rengeteg, ugye nagyon sok helyre mentem, tényleg rengeteg meghívásom volt, tök jó volt, hogy eszükbe jutottam, és nagyon szépen köszönöm ezúton is mindenkinek, akinek eszébe jutott ez a kerek évforduló, és megköszöntött, úgyhogy igen, az rázott meg, hogy utána pihennem kellett egy 2-3 napot biztos. Jó, de érted, hogy mire gondolok. Ez azért a jó része azért, hogy az embert ünneplik. Van rossz része, hogy úristen, kezdődik a B oldal, vagy abszolút ez nem foglalkoztat téged? Erre nem is gondolok, nem is úgy állok hozzá, szerintem ti is így vagytok vele, hogy dolgoztok, mentek tovább, optimisták vagytok, próbálunk én is optimistán gondolkodni. Értékelem azt, hogy megértük ezt a kort, mert sokszor, amikor így leül az ember és belegondol, hogy a kortársai közül már sokan nem élnek, úgyhogy értékelem ezt, hogy elértük ezt a kort, és innentől kezdve minden tizediket meg fogok ünnepelni, megígérem. Na, ez egy nagyon klassz hozzáállás. Jó, akkor kézilabdázunk, csapjunk a lovak közé. Legutóbb, amikor elnököt választott a Magyar Kézilabda Szövetség, jó régen volt, akkor két jelölt volt az elnöki poszt, és te voltál az egyik. Aztán Kocsis Mátét választották meg, és nem téged. Most viszont csak egy jelölt volt. És Ferenc, ő is lett az elnök. Nem fordult meg a fejedben, hogy megint neki futsz? Hát nem igazán, az ambícióim továbbra sem változtak, ha erre vagy kíváncsi, de most valahogy nem. Tehát nem olyanok a körülmények, nem olyan az egésznek a milliője, hogy én ebbe beleugranék. Én inkább azt érzem most, hogy ez egy mérkőzés utáni vezetőfutás. Már ez a... Na, ezt fejtsd ki egy picit. Hát, szerintem értitek. Hát, de én kíváncsi vagyok, te hogy érted. Hát nekem van róla egy elképzelésem, meg Attila is elmondja. Hát ez egy rendszer. A rendszer, kialakult rendszer van. Ezt most ebbe én nem illek bele. Tehát én nem ezt a ja, értem, nem ez volt az én elképzelésem, nem ilyen típusú elképzelés volt. Persze sok minden működik, sok minden jól sikerült, sok minden sikeres, mert az a mi megyénkben és a Vas megyében is nagyon sok minden sikerült megvalósítani, beruházásokat és tényleg csarnokokat, és nagyon sok mindent létre tudtunk hozni, rengetegen kézilabdáznak, és akkor mindig van egy hatásszünetem, de az én elképzelésem nem ez az irányvonal volt. Most ebből, ha én újraindulnék és újra kezdeném, akkor megint szétszedni az egészet, szétbarkácsolni, újra kezdeni, nem, ez most, ennek most nincs itt az ideje. Segíts nekem egy picit elizgazodni, hogy most jelenleg mi az egész pontos kapcsolatod a kézilabdázással? Hát a Vas megyei Kézilabda Szövetségnek vagyok egy szaktanácsadója. Tulajdonképpen nem én vagyok az elnök. A utánpótlásra van nagyobb rátekintésem, próbálok egy kicsit úgymond segíteni, amire szükség van. Legyen ez a tornarendezés, legyen ez iskolákba járás, legyen ez sportág népszerűsítés. Tehát ez egy elég globális feladat. Nem nagy dolog, mert nem ez tölti ki úgymond a hétköznapjaimat, de hogyha hozzám fordulnak, akkor mindenképpen próbálok az egyetemes kézilabdáért tenni. Globálisan, lokális. Így van. Abszolút lokális. Őszintén én mindig kíváncsi voltam, és mindig irigykedtem a szaktanácsadókra, mert az ilyen baromi jól hangzik. Árul már nekem, hogy ez most hogy néz ki a gyakorlatban, hogy teszed a dolgot, és két hetente megcsinál a telefonra.
Te, Fari, hát csinálnánk egy utánpótlást, de most komolyan, tehát ez hogy adsz te szaktanácsot? Hát ez úgy működik, hogy például, hogyha indítunk egy bírói képzést, akkor megyek és nézem a bírókat, és a gyerekeket, hát gyerekek még fiatalokat, és a fiataloknak egy-egy mérkőzésen lemegyünk, mérkőzés után összeülünk, mérkőzés után megbeszéljük, hogy mi az, amik felmerültek kérdések például. Tehát a Vas megyei bíróknak is például nagyon szívesen is megyek és segítek. És hát ezen kívül ugye a nyári rendezésekben van strandkézilabda, van csörgőlabda, és ezekben a rendezésekben is oszlopos tag vagyok, és részt veszek. Tehát a szaktanácsom az abba merül ki, hogyha ezek a gyerekek megkeresnek, vagy maga a kézilabda szövetség, a megyei kézilabda szövetség, és akkor a megrendezett tornákon és mérkőzéseken, gyerekbajnokságokon ott vagyok, figyelem, nézem őket, jönnek, edzőkkel tartom a kapcsolatot, tehát ebbe merül ki. Jó, tehát van egy ilyen rendszeresség benne, igen, abszolút. Keresnek. Így van, ez egy rendszer, hát ez... így van. És mennyire követed a, mondjuk így a tetejét a kézilabdának? Itt nyilván két dolog van, amihez nagyon erős lehet a kötődésed. Egyrészt ugye a Fradinak a menetelése, ami most ilyen szép bakugrással ért véget a végén, illetve hát a női válogatottét, amelyik sajnos nem bakugrásokról szól jelenleg, hanem inkább ilyen csúszkálásról oldalra lefelé, fölfelé néha. Kíváncsi lennék azért rá, hogy tényleg egy olyan játékosként, aki ebből a két közegben nagyon sokat benne voltál, és eredményeket értél el, meg kudarcokat is, ugyanúgy, ahogy az benne van mindenkinek a pályafutásába. Így hátralépve kettőt, de lehet, hogy hármat is mondjuk Vas megyéből. Hogy látod a Fradit, illetve a válogatottat? Hát jól mondod, a háttérből nézem a dolgokat, és aktív szurkolóként, hogy úgy mondjam, nem veszek a napi dolgaikba részt. A Fradi család is nagyon messze áll most már tőlem, hiszen innen a megyéből nem vagyok napi kapcsolatban a szakmai stábbal. Úgyhogy egy érdekes váltás lesz ez a váltás, ami lesz most a felnőtt csapatnál. Kívánom a vezető edzőnek, hogy nyerje meg a BL-t, mert ez egy nagyon szép búcsúzás lenne, és elgondolkodtatná azt a szakmai stábot, amelyik azt mondta, hogy nincs rá szükség a továbbiakban. A válogatott, hát igen, ez folyamatosan szívem ügye, mert... Na várj, ne ugorjunk. Nem engedett, hogy oda ugorjunk. Azért ez nagyon nagy. Én ebből egyrészt tisztázok, te fradista vagy? Te fradistának vallod magad? Mert játszottál te máshol is? Te fradi családja vagy? Én próbálom magamat, hogy mondjam, egy szuverén, önálló egyéniségnek tartani. Jó, de Fradi szurkoló vagy? Hát most, amikor a Fradi érdekeltsége megkívánja, akkor értelemszerűen a magyar színeknek, a Fradinak drukkolok. Tehát a Győr játszik bélet, akkor ugyanúgy dobban a szívet? Most, nincs hát sem. Most ez egy érdekes kérdés, hogyha Győr Fradi van, akkor hogy hova kacsingatok inkább, akkor értelemszerűen kitaláljuk. A Fradinak. Na, és akkor azt hallottam ki az előbb abból, amit mondtál, hogy mert azért, hogy mondjam, az elmúlt időszakban azért egyre erősödtek azok a hangok, hogy lehet, hogy megérett az idő egy váltás a Fradinál, ugye Ele Gábor sok-sok-sok évet lehúzott, stb. De én most azt hallottam ki abból, amit te mondasz, hogy te nem feltétlenül ebbe a táborba tartoztál. Tehát te folytattad volna Gáborral? Én nem ismerem a hétköznapi munkáját. Tehát nem tudom, hogy a vezetéssel, a lányokkal milyen munkát végez, és hogy ez mire abszolválja a csapatot. Hát most azt igazolja, hogy valamit azért jól csinál, mert csak egy magyar kupa ismétlés, meg végül is BL döntőben vannak, annak ellenére, hogy azért elég hullámzó volt. De a döntés előtte megszületett. Ez így van, megszületett az előtte, és azért mondom, hogy egy kicsit fricska a dolog, mert lehet, hogy elhamarkodott döntés volt, mert mindig azt mondjuk, hogy adjunk lehetőséget, legyen
legyen meg az a folyamat. Mind a válogatottnál, mind egy klubnál kell az állandóság, kell az, hogy bízzanak egy emberben, és hogy tényleg hadd vihesse végig az ő szakmaiságát. Hát ez nagyon, nem, azt hiszem, Elek Gábor a nagyobb bizalmat Magyarországon szakember igen, nem kapott. Tehát nehéz erről így beszélni, mert tényleg annyira eredménycentrikusak vagyunk a válogatottnál is, hogyha valakinek egy-két éven belül nem sikerül valami, akkor már tovább kell, hogy álljon, vagy tovább kell lépni, és akkor megy tovább a dolog. De azért ez olyan körforgás, ami mindig ugyanoda érünk vissza, és nagyon nehéz megmondani azt, hogy tényleg mi lenne a megoldása annak, hogy teljes sorcsere, teljes játékos állománycsere, vagy edzőcsere. Hát most a Fradinál úgy döntöttek, hogy edzőcsere, kíváncsi leszek, hogy hova fog vezetni az út. Igen, én is azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen döntésnek két hatása van. Egyrészt, hogy a régi edző az már nincs, tehát azt már nem tudjuk, hogy ő mit csinált volna. Viszont lesz egy új edző, akiről meg majd fogjuk tudni, hogy mit fog csinálni. És igazából ez fogja eldönteni azt, hogy ez egy jó döntés volt, vagy sem. Nyilvánvaló, hogy az edzőnek a lecserélése ebben a kontextusban, ami most így kiugrott a végére, ez furcsának tűnik, de hát nyilván ez már el volt döntve korábban. Én őszintén szólva nem gondolom, hogy feltétlenül most volt az ideje annak, hogy új edző legyen a Fradinak. Az elmúlt 15 évben volt 2-3 olyan pillanat, amikor szerintem ez adekváltabb lett volna. De különösen úgy, hogy amennyire én tudom, a kerete a Ferencvárosnak nem nagyon fog változni a jövőre, a jövő szezonba. Tehát nagyjából ugyanebben a csapattal kell az új edzőnek majd dolgoznia, és azt pedig mindenki tudja, hogy ezt a csapatot, ezt a Gábor rakta össze, különösen avval a stratégiával, ami most úgy néz ki, hogy kifizetődött, hogy leigazolta azokat az idősebb, rutinos játékosokat, akik ezekben a kulcspont momentumokban kellett, hogy segítsenek, és most végül segítettek. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem logikusabb lett volna ezt a ciklust végigvárni, de hát nyilván más okok is közre játszanak. De hát az egy nagy kérdés, hogy ki lesz az edző, és hogy mennyire fog támaszkodni arra a munkára, amit csinált az elődje, vagy egész másképpen akarja fölépíteni, és mondjuk egy év után a játékos keretet is ennek megfelelően lecserélik, vagy átalakítják. Hát hozzáteszem, hogy azért a játékos keretet szerintem így is úgy is át kéne alakítani Elek Gáborral vagy nélkülem, mert bőven tele van 30 pluszos. 30 jó, de jövőre nem lesz. Jövőre nem, így van, egy év biztos. Egy kicsit hasonló a helyzet, mint Szegeden, ma mindegy, itt még nem tudjuk, hogy ki lesz az új edző, úgyhogy majd akkor okosabbak leszünk. Jó, jössz a Final Four-ra? Ugye Kőszegen laksz, mindig mondod, Vas megye, tehát hogy azért vagy te Vas megyei. Ilyenkor azért följössz, hát csak megnézed a Fradit. Persze. Bár most elég nagy az érdeklődés, és igazából itt engem is jegyüzérnek néznek, és úgy gondolják, hogy rögtön van lehetőség, 6-7-8 jegy, hát most nincs lehetőség, mert most tényleg minden jegy elfogyott, úgyhogy én is írásos kérelmet kértem, hogy kapjak jegyet, úgyhogy meglátjuk, hogy elbírálják-e pozitívan, és akkor ott leszek. Hát azért csak hát remélem, ott leszek. Na Attila, másik kérdése a válogatottra vonatkozott, úgyhogy épp arra akartál rátérni, mikor beleszóltam. Hát ja, mert így gyorsan ide-oda ugrál az ember. Könnyebb így. Hát nehéz róla beszélni, tényleg. Nehéz róla beszélni, mert ugye évek óta ugyanaz a nóta, hogy úgy mondjam. Tehát a klub szinten ugye üzleti vonatkozásban fontos, hogy működjön. Nem a nemzeti válogatottak érdeke a legfontosabb. Nagyon-nagyon nehéz róla beszélni, mert ugye ez általánosan egy olyan hiba, ami nem a nemzeti válogatott. Mit azt mondd el, jó, akkor segítek. Nézed a meccset, igen, amikor a magyar válogatott játszik. Akkor mit érzel? De most komolyan. Tehát azt mondja, fáj a szíved, szurkó, de hogy?
Mit érzel akkor? Nem, hát az a baj, hogy még mindig játékosként nézem a mérkőzéseket, tehát még mindig ugyanúgy izzad a tenyerem, hogyha a játékról van szó, és ugyanúgy átélem a szituációt, és van, amikor értelemszerűen nem úgy döntenék, ahogy döntött a játékos, vagy nem azt csinálnám kívülről az ember, egyébként is jobban rálátása van, mint a belső pillanatnyi eldöntött szituációba, úgyhogy igen kritikusan nézem, de tudom azt, hogy a játékos összességében mire képes, tehát mi az, amit ugye a bajnokságba képes végrehajtani, és többet nem tudok tőle elvárni, vagy nem várhatok el tőle a nemzetközi színvonalba se egy-egy válogatott mérkőzésen. Tehát ilyen szempontból drukkolok is, meg én lőném a gólt, meg én lőném már a hetest, és nem igaz, hogy nincs egy hetes lövőnk, és nem igaz, hogy nincs egy jó átlövő, aki belövi, és fölmegy, és csinálja a beállósnak a helyet. Tehát biztos, hogy nagyon nagy hiányérzettel nézem a mérkőzéseket, és valamikor igen mérges vagyok, és el is kapcsolom, mert nem bírom nézni azt, hogy nem képesek egyről kettőre átlépni. Úgyhogy így nézem a mérkőzést. És hát mondom, játékosként még mindig izzad a tenyerem, mert azért szeretném, hogyha előrébb jutnának, és hát fölléphetnének ők is a dobogó fokára. És itt sokat szoktunk arról beszélgetni, főleg ez az én mániám egy kicsit, hogy itt a magyar női válogatottal kapcsolatban az eredménytelenségnek, vagy a rossz eredményeknek, vagy az elvárásoktól való elmaradásnak az alapvető okát én nem abban látom, hogy most a játékosoknak a minősége az van jobb, van rosszabb, hanem azt gondolom, és ebben a szempontból nagyon érdekel a véleményed, mert te ugye tagja voltál azért annak a női válogatottnak, vagy annak a korszaknak, amikor a válogatott magas szinten volt, és egy ilyen intézmény volt Magyarországon a női kézilabda válogatott, hogy tehát én azt hiányolom ma ebből a csapatból, meg egyáltalán az egész válogatott körüli létből, hogy a válogatottnak ez a tekintélye, hogy oda bekerülni nehéz, hogy ott meg kell küzdeni, hogy ott minden egyes pillanat, amit a pályán töltesz, azt megpróbálod úgy lejátszani, hogy az méltó legyen hozzád is, a csapathoz is, meg az egész intézményhez, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy azt hiányolom, hogy nincs meg az a renoméje ennek a csapatnak, és ez pedig, ez a játékosokon is múlik, a vezetőkön is, az edzőn, meg mindenkin, és anélkül, hogy ezt igazán vissza tudnánk építeni, hiába cserélgetjük a játékosokat, meg az edzőket, nem lesz igazán jó válogatottunk. Ezt mennyire érzette így távolról, ha összehasonlítod, most nem csak a játékot, hanem az egész hangulatot, meg ami körbeveszi meg az arckifejezését a játékosoknak, meg az edzőknek, hogy azért ez nem az, aminek kéne lennie. Hát ez egy olyan folyamat, ami a mai világot is jellemzi. Tehát az iskolákban is látni, a gyerekeken is látni, a mostani hozzáálláson is látni, hogy egész más a motiváció, egész más a céloknak az elérése, mint úgymond a mi időnkben. Én most vitatkozom veled. Ez ért. Nem igaz. Nézd meg a foci válogatottat. Az intézmény. Jó. Tehát látod? És ti is intézmény voltatok, ahogy Attila mondta. Tehát valami, ha olyan produkciót teszel le, ha olyan az attitűd, akkor igenis Szoboszlai Dominikok akarnak lenni, meg Farkas Ágik akartak régen. Most Isten, bocsásson, ma senki nem akar kucora csenge lenni, most még le, adja is, hogy van. Tehát érted? És kit fognak ünnepelni 30 év múlva, 50 évesen a mai válogatottból? Szomorúan mondom, senki. És ezt ti megteremtettétek magatoknak, lehet, hogy szerencsével, meg körülményekkel, most teljesen mindegy, de valahol annyira eltávolodtunk ettől, én szerintem ez nem magyarázható kizárólag azzal, hogy kütyük vannak, meg más a világ, meg más a nem feltétlen a kütyükre gondolok, hanem hogy tovább léphetek egy másik, megvalósíthatom magam máshol is. Hát inkább a kényelmi oldalát. És te ezt érzed a magyar játékosokon, hogy azért nem kézabáznak elég lelkesen, meg elég jól, mert máshol akarnak? Tehát a klubból hozzák magukkal a felfogást. A klubból hozzák magukkal a felfogást. A klubból hozzák azt, hogy fölmegyek,
Ez az régen azt szokták mondani, hogy fölviszem a mezemet a pályára, azt az elég lesz, és majd megoldja. Tehát nem feltétlenül. Biztos, hogy a motiváció is számít, hogy kit milyen lehetett motiválni. Én mindig elmondom, jó, más világ volt régen, tehát nem volt ennyi minden, nem volt ennyi lehetőség, nem volt a kitörési lehetőségek az volt, hogy tényleg ott kellett lenni 100%-kal, mert liegtek a nyomunkba a többiek, és ha nem voltál 100%-osan jó, akkor jött a következő, és lecseréltek, és akkor meg már gondolkodhattál azon, hogy kerüljél vissza, már nagyon nehéz volt visszakerülni, tehát én emlékszem, hogy amikor az NB1-be fölkerültem, a cipőért dolgoztam, hogy legyen meg a cipő, amiben játszom. Tehát most már az a körítés, amiről beszéltetek, hogy minden már ott van, már amikor belépsz, már megkapod, már amit ott vagy, és csinálják, és alát teszik. Én nekem emlékszem, azért kellett könyörögni, hogy legalább ásványvizet kapjunk a tatai edzőtáborba, mert nem csak nem folytatjuk. Igen, de figyelj csak, igazad van, de azért már most ilyen jelző szerkezet jutott eszembe, hogy ez egy kicsit az ilyen balkári nosztalgia. Hát oké, de nem csak ez lehet, hát nézzük már meg a skandinávokat, meg a franciát, azoknak is minden ott van. Hát aztán azt nekik nem kell cipőért küzdeni, ezt mégis tudnak csak azért küzdeni, mert válogatottak, amit Attila mondta, hogy egyszerűen az image, azt, hogy én ezt imádom, szeretem, nyerni akarok, harcolok, küzdök. Ami tényleg, amit tőletek egyébként tényleg rendszeresen láttunk, ha jól ment, ha rosszul ment. Mert egyébként a másik része, hogy a klubokban nyilván nem minden zajlik úgy, ahogy kell, de azért nyilván most ott van két klubunk a BL Final Four-ba, van egy Debrecen, egy Mosonmagyaróvárral, nem lehet mondani azért, hogy nem folyik, vagy mit tudom, hogy rossz munka folyna, tehát azért az most az, hogy milyen munka folyik a 10. vagy a 14. azt nem tudom, de azt a válogatottat nem feltétlenül kell, hogy befolyásolja. Tehát nekem az a furcsa egy kicsit, hogy egy debreceni játékos, aki Debrecenben meghal a pályán, és látjuk, hogy ott egy olyan attitűde játszik, hogy az a hazai, különösen ha otthon játszanak a saját nézőik elől, és akkor ugyanezek a játékosok pedig valahogy úgy olyan langyosak lesznek a válogatottban, amikor nézünk egy világbajnoki meccset, és úgy szenvedünk mit tudom én, szlovén, vagy az EB volt most szlovén, vagy horvát, vagy nem is tudom már, svájci csapat ellen, az valahogy nem nagyon tudom ezt felfogni. Eszembe jutott. Most mondja, aztán eszembe jutott valami kérdés, igen? Nem tudom, hát lehet, hogy kötelezőnek érzik ezt a válogatottságot. Lehet, hogy kötelezőnek érzik. Az igen. Nekünk elhivatottság volt. Én nekem elhivatottság volt. Nekem a megítélése más volt a válogatottnak, mint lehet, hogy ők ezt másképp élik meg. Nekik ez egy ilyen kötelező kitérő, ami esetlegesen följebb viszi az árukat, de nem. De azt én hozzáteszem, hogy persze jó munka folyik a kluboknál, de annak idején nekünk nem csak anyagi elismerés volt ez, hanem egy erkölcsi elismerés is. Tehát azért, amikor az országot jártuk, és egy válogatott sportolónak egész más volt a megítélése, és tényleg úgy tekintettek ránk, hogy engem is nem kategorizáltak klub szintre, hanem mint válogatott. Tehát mint a válogatottnak a tagja egész más volt, és úgy is kezeltek. Tehát amikor elmegyek most is Győrbe, akkor is Győrben megtapsolnak azért a teljesítményért, és azért a valóért, ami a válogatottban voltam. És nem az volt a lényeg, hogy én most fradista vagyok, vagy dunaújvárosi vagyok, vagy kecskeméti, vagy bármi, hanem mint a válogatottnak az egyik oszlopos tagja. Tehát most is, amikor ugye volt a születésnap, és Tatabányán volt a mérkőzés, akkora nagy tapsot kaptam, és nem a fradi tábor volt elsősorban a leghangosabb, hanem úgy unblock a közönség. Tehát más volt, mi másképp álltunk. De ezt kivívtátok magatoknak. Mi nem akarok már a futballal példálozni, de most ugye, tehát hogyha magyar egy válogatott futballista elmegy valahova, azt mondja, ugyanazt éli át, mint te átéltél most, vagy 20 éve, amikor aktív voltál. Tehát érted, ez a közeg, ez nem változott ebből a szempontból, ugyanilyen nyitott szerintem
azokra, akik így egy egységet képeznek. Ti egy egységet képeztetek. És ezt hiányoljuk, ma is nem nosztalgiázunk folyamatosan, csak világos, fáj, világos. Hogy ez a mostani generáció nem. Az jutott az eszembe, lehet, hogy tök abszurd felvetés. Most belegondoltam, hogy te jó Isten, akik ma a válogatott gerincét adják, azok nem látták Sidneyt meg, nem látták Zágrábot, mert valószínűleg vagy nem is éltek, vagy nagyon pici gyerekek voltak. Amikor ugye ti olimpiai és VB ezüstérmesek voltatok. Hogy mi lenne, hogyha mit időnként összeállnátok Éles Józsi, meg te, meg nem tudom, Pradulovics, Bojana, meg akik ugye annak a köke, akik idoljai voltak annak a korszaknak. És akkor elmennétek, amikor válogatott összetartás van, egy órára oda menni, levetíteni 10 percet a Sydney döntőből, vagy a Zágrábiból, hogy ha-ho, voltál. Nem az utolsó tized. Nem az utolsó tized, ez igaz. De érted? Tehát, hogy valamit megérezzenek abból, amit lehet, hogy ők már csak ilyen múzeum ízének gondolnak, hogy nem volt az olyan régen, meg itt vannak köztünk, akik ezt megvalósították. Ez butaság, hogy lehet, hogy egy kicsit föl lehetne valahogy, valami spiritus lehetne rakni az egészbe. Nekem is ez hiányzik. Már gonoszak vagytok az utolsó 10 percben. Vegyük az elődöntőt a norvégok. Így van, norvégok. Nem én mondtam, Attila. Hát, de nem is neked mondom. Nekem elég volt leközvetíteni, ne hülyeskedj. Persze, biztos, hogy lenne módja erre. Biztos, hogy de elvállalnál ilyet? Hát engem nem, figyelj, én nem az a királylány vagyok, aki az elefánt csontoronyban ül és várja a lehetőségeket, hanem tényleg, hogyha jönne a lehetőség, akkor mennék. Tehát, na, így értem, tehát ha jönne ilyen fajta, felkérés, akkor... Ilyenfajta megkeresés még nem érkezett felém, hogy menjünk egy... Hogy mondják ezt, bátorító útra, és tényleg úgy küldjük el őket, hogy fölajzzuk őket. Biztos, hogy lehetőség lenne rá, csak valami miatt nem valósulhatott ez még meg. Engem még ilyen kéréssel nem keresztül. Most jutott eszembe, Attila, ez butaság? Hát nem butaság, mert vannak olyan emberek, akik lehetnének jó megmondó emberek. Szerint? És tényleg a gyerekekkel lehetnek. Nem megmondó ember, tűzcsináló emberként, aki feltüzeli azt a mostani 20 éves, hogy ha, ezt így is lehet, na akkor kicsit. Igen, de ez megint visszakanyarodok a klubmunkára, tehát ez a tanítóknak a munkája. Igen. Az alapedzőknek a munkája, hogy elővegyék azokat az almanakból, azokat a régieket. Van erre példa, szerintem Debrecennek is van egy EHF kupa finálé sorozata, amit ugyanígy 9 góllal annak idején elvesztettek, és itthon megnyerték. Tehát vannak erre jó példák, amiket a gyerekeket lehet vele szembesíteni. Csak kérdés, hogy azok az emberek, akik a kluboknál dolgoznak, előveszik-e ezeket a kérdéseket, és ez alapján építik-e föl a pedagógiai hozzáállást. Tehát szerintem, amit mondasz, az teljesen jó, meg szükséges, nem nekem kell mondanod. Ja, nem, én csak értem, hogy ha jönne ilyen megkeresés, akkor te erre nyitott lennél le a kérdés az erre vonatkozott igazság szerint. Szeretnél ilyen ankétot? Csinálunk. Hát nem azért, ezt tényleg csinálja meg a kézilabda szövetség, mert de én szerintem, meg nem Attila, te is mondod mindig, hogy legyen, de... Jó, hát ez nem ilyen egyszerű, mert nyilván a kézilabda szövetség láthatóan nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a régi csapatokat, meg játékosoknak az emlékét azért becsbe tartják, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt mindenkiről elfeledkeznek, vagy minden régi csapatról, de ez inkább arról szól, hogy... Várjál, de ezt szóval nem mondtam, sőt, de nem csak, hogy ez nem ugyanaz, mint hogy egy aktuális válogatottnak a közelébe engedni embereket ilyen céllal. Én azt látom, hogy attól ezért eléggé fáznak az edzők is, meg a vezetése a válogatottnak, hogy szóval ezt ilyen próbálják maguk között tartani, ami nem feltétlenül jó, nyilván a napi munkában jó, mert egyszerűbb, de azért szerintem a magyar válogatott azért az nem lehet így kisajátítani egy pár embernek. Tehát ez sokkal jobb lenne, hogyha közkincsét tennék a szónak a mindenféle értelmében. Ezt mondom, hogy figyelj, most nehéz helyzetbe hozlak, mert tényleg majd, akkor most mondd el, mert tényleg egyébként teljesen egyetértek így elméleti szinten, de te hogy gondolod, hogy lenne, hogy kéne intézményt csinálni megint? Tehát mi lenne a
Mit lenne akkor gyakorlati? Majd nyilván ezt most nem fogod tudni csípőből, de egyszer erről beszélgethetünk akár többen is, mert... Én szerintem nem kell feltalálni a spanyol viaszt, vagy a melegvizet, hanem meg kell nézni, hogy azokban az országokban, ahol a válogatott jól működik, és nem feltétlenül azért, mert mindig megnyernek mindent, hanem van egy ilyen tekintélye a csapatnak, ott hogy csinálják, mik azok az eszközök, amikkel a csapatukat olyanná teszik, hogy oda mindenki nagyon-nagyon vágyjon, minden játékos, minden edző, mindenki, aki ott tud dolgozni, az örüljön, hogy a közelébe kerülhet egy olyan intézménynek, ahova egy nagyon nehéz bekerülni, és nagyon magasak az elvárások. És ne az legyen, hogy hát a válogatott az egy ilyen, hát ilyen van, jó játszok, akkor néha behívnak, aztán egyszer csak nem hívnak be, akkor én be vagyok hívva mindig, hiába játszom így, vagy úgy, vagy amúgy. Tehát, hogy ez ennek nagyon sok apró részlete van, és én mindig ugye azt szoktam mondani, hogy ez nem úgy működik, hogy most föl kell reggel valaki, és akkor majd ezt megcsinálja, hanem kéne egy olyan stratégia, ami közép-hosszú távon, végig gondolva részleteiben kidolgozna azt, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni 2, 3, 4, 5, nem tudom hány év alatt, tehát ez nem fog egyik pillanatról a másikra menni, csak tudnánk, hogy honnan indulunk, és hova akarunk eljutni, és itt ebben nyilván beletartozik a szakmai rész is, hogy mit játszom, hogy játszom a válogatott, de ennél ez sokkal szélesebb területeket lel fel szerintem. Abszolút, szerintem az kulcs volt, amit Ági mondott, hogy mintha olyan, igen, olyan kötelező, hát van válogatott program, van világverseny, megyünk. Te mindig szívesen mentél egyébként? Tehát neked ez, meg mi volt a motiváció? Az, hogy nyerjél, megint legyen egy újabb cím, vagy mi volt az igazi húzóerő? Vagy nem kellett semmi, egyszer ez magától értetődő volt? Hát mindig plusz munka volt, azt hozzáteszem. Tehát mindig, amikor a klubban pihenő volt, akkor mi a válogatottban szerepeltünk. Tehát nem volt az, hogy elmehettél nyaralni, hanem tényleg mentél. Tehát ez mindenképpen plusz munka volt, de mindenkinek megvolt a maga kis apró motivációja, gondolom, hogy minél több mérkőzésen játszhassak, minél több gólt szerezhessek, minél több. Tehát annak ellenére, hogy csapatmunka, annak ellenére az egyéni érdekek és az egyéni motivációk benne voltak ebbe a kérdésedbe és a válaszba. Ha kérdezek valamit, amit még sose kérdeztem, meg két olyat fogok most kérdezni. Egymás mellett játszottatok annak a korszaknak a másik legnagyobb zseniével és sztárjával, Bojan Radulovicsal. Akkor még Bojan Radulovics volt, most már Radulovics Bojan. Volt köztetek rivalizálás, hogy ki a sztárlövő? Igen. Volt valaha ebből? Milyen viszonyban voltatok egyáltalán? Őszinte leszek, nem tudom. Jó viszonyban, mai napig jó viszonyban vagyunk egymással, persze. Úgyhogy én a Bokival szerettem játszani, mert ő is olyan típusú játékos volt, hogyha neki nem is ment, de az előkészítést is szerette csinálni. Tehát az fontos egy játékosnál, hogy nem mindig csak a saját eredménye számítson, hanem a játékos társai eredménye is számítson, és ezáltal a csapat eredménye is számítson. Úgyhogy én jobb átlövővel soha nem rivalizálottam, mert a balátlövő pozícióban értelemszerűen az volt a jó, ha egymást kiszolgáljuk, sőt, hogyha lehetett, akkor ha neki ment jól, akkor értelemszerűen nekem segített, hogy elém hozta. Tehát próbáltunk olyan figurákat csinálni, amit megcsináltunk jobb oldalra, megcsináltuk bal oldalra is. Tehát, hogy kiegyenlített legyen a csapatnak az ereje, és hogy ne egy oldalú legyen a játék, hanem tényleg egy teljes offenzíva legyen. Tehát, hogy mondjam neked, hogy ne csak egy ember legyen egy mérkőzés húzó embere, hanem egy másik is. Értem, csak hát ti megvalósítottátok azt, hogy igen, két dudás igenis megfér egy csárdában. Tehát igaz, hogy nem egy poszt, de két... Most, ha férfiak lennétek, akkor azt mondanám, hogy alfa hímek voltatok, nem vagytok, tehát ti ugye nők vagytok és voltatok, de ez marha jól működött, úgyhogy mi ezt láttuk. Ugye nem is volt az cél soha, hogy egymást kicsináljuk. Tehát, jó,
Tehát az volt a cél, hogy jó legyen a gárda. Jó, de te is hallottál már ilyet, hogy azért az emberek között azért előfordul emberek csoportjában. Na, és egy záró kérdés, mert nagyon elszaladt az idő. Nagyon sok olyan és nem, esküszöm, hogy nem gonoszkodó kérdés, és őszintén érdekel, és nem akarok sebeket tépkedni, lehet, hogy ennyi idő elteltével már nem is olyan sajgóak azok a sebek. Én akárhányszor ilyen kisebb közösségben vagyok, és beszélgetünk, és szóba kerülnek a régi kézilabdás sikerek, és ezüstérmek, akkor mindig állandó vita, hogy melyik volt a fájóbb vereség, a Sydney vagy a Zágrábi, tehát az olimpiai vagy a VB döntő. Na most akkor árul, ugye mind a kettőt nyert helyzetből veszítettük el, esetleg valaki nem tudná, régen volt. Mind a kettőnek aktív részese voltál, szerencsére, hogy az EB arany megadatott. Neked melyik fájt jobban? Hát, ez egy borzasztó kérdés. Tudom, bocs. Ez egy borzasztó kérdés, mert... Ha visszaemlékszel, amikor az utána levő egy órára, melyik volt rosszabb? Hát talán a Zágráb. Nekem a Zágráb volt a rosszabb, mert az egy ugyanolyan pocsolya volt, amiben még egyszer beleléptünk. Tehát az én elméletemben nem fért bele, mert én mindig szerettem volna, és próbáltam a játékomban is, és a magánéletemben is ugyanazokat a hibákat elkövetni még egyszer. Ne arra menjél, ne így csináld, ne. Tehát, és azt még egyszer átélni ugyanúgy hasonló szituációban a franciák ellen, ez borzasztó nagy szakmai hiba volt szerintem. És nekem az utána sokkal nagyobb fejtörést okozott, és sokkal, sokkal mélyebbre hatóbb volt az a vereség, mint a Sydney. Mert Sydneybe egy lendületből ment a csapat, és az előző olimpiai eredményhez képest is pozitívabb volt az ezüstérem, és tényleg akkor a csapatnak ez egy hatalmas kiugrás volt, míg azért Zágrábban már egy kicsit elvárás volt, hogy legyen meg a döntő, és a döntőben aztán ott bármi lehet, de nem így. Tehát utána a franciák is többször meghívtak, mentünk, kitárgyaltuk, hogy lehetséges. Tehát ők tárgyalták ki azt, hogy miért veszített a magyar csapat, és hogy ők hogy tudtak így fölül emelkedni a magyar csapaton, és hogy ezt megtartsák ezt a jó szokásukat, kitárgyalták ezeket a mérkőzéseket. Na nálunk ez nem volt meg, és én ezt a mai napig is egy kicsit hiányolom, mert lehet, hogy ez is az oka annak, hogy a mélyrepülés elindult. Na, ez érdekes, amit mondasz. Hát Ági, köszönjük szépen. Figyelj, szerintem még 4x37 percet tudnánk beszélni. Ott tartunk, úgyhogy remélem, hogy még lesz is módunk rá, és nem várunk 10-es izéket, jó? Tudina, kerek, nem. Köszönjük, hogy beszélgettél velünk, és akkor találkozunk a Final Four-on, ha addig nem. Legyen úgy. Köszönjük szépen. Sziasztok. Szia.